érzem magam akár egy barlangban, mint egy margaréta erdőnyi barlakban. Nem hat meg a tanács, nem érint a sértés, itt előbosztják le a pofont, csak aztán én a kérdés. Sokan azon gondolkodunk, hogy gondolkodunk sokat, közben saját időnk süvít el mellettünk, mint egy vonat. Tudom én is, csak mondom itt a nagyokat, királyvízzel öblítem le bőrömről a habokat. Körbejárunk táncot, nem okulunk a példán, az a kérdés bátyám, melyik fokon állsz a létrán. A szem a lélek tükre, úgyhogy maradjunk ennyiben, jó magammal szemezek egy 28-as felniben. Gyere cicám, megveszem a világot, az egészet, pénzem van, hisz anyám adott, vegyek meleg ebédet. Az idő pénz, az órán drágább, kérlek ezt ne vedd zokon, veszek trendi csukát, mivel taposok majd másokon. Mivel taposok majd másokon. Trendi csukát. Veszek trendi csukát, mivel taposok majd másokon. Veszek trendi csukát, mivel taposok majd másokon. Éves polgári családból származó tanuló, amúgy hip-hop szerető, zenekészítő vagyok. Vallásom szerint elvileg keresztény katolikus vagyok, bár mondjuk én az egyháztól nagyon elhatárolódtam, de úgy hívő ember vagyok, tehát hiszek valamiben. És budapesti származású, budapesti. Ne az legyen, hogy én elhelyezem valahol magamat itt fönt, és akkor én megmondom a többieknek, hogy mit hogy kéne, hanem inkább magamnak mondom meg, hogy mit hogy kéne, vagy mit hogy kellett volna, vagy legközelebb mit hogy kellene, vagy. És amúgy bármiről, tehát ami megfog igazából, tehát akár egy olyan falról, amit veszem a kirkával, vagy akármilyen élményről, uliról, fájdalmakról, lányokról, fiúkról, barátokról, ellenségekről, ellenségeskedésről, barátságról, szóval ilyen dolgok. Ami magamban van, tehát amit én szeretnék magamból kiírni, meg ki tudni azokat, szerintem. És szerintem ez is lenne a feladat, hogy több embernek. Ásunk a talaj alatt mélyen, beizzítjuk a lámpást a budapesti égben. A petróleum gyullad, izzik, amit bírja, dübörgő basszus miatt dobhártyát szakítja. Fejemben dobban, na bocs, hogy van? Fejemben lüktet, szívemben dobban, akár a dinamit, a hanganyag berobban. Nem holmi barna, ez szezonális termék, pezseg a vérbe, te is tudod, kell még. Nincs több komédia, a felvonásnak vége, a flók, mint ellenszél, adagolom be a vérbe. Adagolom be a vérbe. Jó. Én nem gondolom, hogy ezek mély számok lennének. Tehát ezt mindenki, ezt az interpretálástól függ, mindenki, aki hallgatja, azt dönti el, hogy ez most számára mély vagy nem mély. Én nem tudom eldönteni a saját zenéből azt, hogy mély vagy nem mély. Nekem, hogyha mélyről jön, akkor mély, ha nem jön mélyről, akkor nem mély. De ez abszolút szerintem, és ez minden irodalmi művel, meg minden zenei művel így van, hogy a befogadótól függ, hogy ez hogy fog alakulni tulajdonképpen, hogy kinek mit fog jelenteni tulajdonképpen. És hát a hétköznapjából innen, onnan, onnan. Igazából, hogyha az ember nyitott szemmel jár, és még egy kicsit következetes, tehát hogyha most már tudom azt, hogy engem az érdekel, szeretek rappelni, szeretek rapzenét csinálni, stb., akkor azért úgy járok az utcán, meg úgy tartom nyitva a szememet, hogy kicsit már így próbálom az agyamba átkonvertálni ezt a zenébe, úgyhogy... De igazából minden, tehát mind bármelyik pillanat, bármelyik élmény, bármelyik másodperc élettapasztalat, szóval, hogy az meg már tőlem függ, a művésztől, vagy az előadótól függ, hogy ezeket hogy rakja össze, milyen szekvenciát csinál belőle, és ez elmondhatja azt, amit utána majd a befogadóra tud hallgatni. Nem minden menne a szemébe. Úgyhogy akárhonnan, tehát bármilyen. Nem akarok itthon maradni, mert hogy én igazából ez az itthon egy ilyen globálisan gondolkodó, szóval, hogyha
én jó, itt vagyok itthon, mert ide születtem, meg itt nőttem fel, stb., de hogy ugyanúgy lehetek itthon Angliában, vagy Amerikában, vagy Párizsban, vagy Szlovákiában, vagy Csehországban akárhol. Tehát hogy ez is az embernek az, hogy milyen élmények kötik oda, meg hogy érzi magát, attól függ. Úgy vagyok, hogy egyelőre még itthon maradok, hogy megcsinálom ezt az egyetem dolgot, és utána meg szeretném ezt tanulni, ezt a dolgot, ezt a stúdiómérnökséget külföldön, valahol, ahol minőségi a képzéseket, de ehhez meg még kell magamnak csinálni kis anyagi hátteret. Szerintem attól nagyon boldog lehet az ember, attól lehet boldog az ember, és lehet azt mondani, igen, én most saját nevemben beszélek, hogyha tudok valami olyat nyújtani az embereknek, hogy legyen segítség, vagy valamilyen olyan dolog, amitől nekik egy picit, egy fokkal, akár egy percre, vagy egy fél percre jobb lett az életük, vagy jobb lett a kedvük, és ezt érzékelem rajtuk, és visszasugárzódik ez a szeretet. Meg hát nyilvánvalóan még ez hozzájárul az, hogy nem stresszelek annyira az életemben, nincs szerintem stressz, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél több a stressz, annál boldogabb az ember, mert annál jobban öregszik, meg annál többet szemben, úgyhogy ehhez még hozzájárul az, hogy az ember valahogy próbálja meg egyensúlyban tartani magát, úgyhogy ne legyen több a stressz, mint a nem stressz és a jó érzés, a jó közérzés. És akkor szerintem azt lehet mondani, hogy... Nem mertem bevallani, de mindig ilyet kerestem. Szerelmes lettem a hip-hopba, el is jegyeztem. Romantika az egész, keze az én kezemben. Soha nem ereztem. Csak higgy nekem, bármi bánat, bármi gond terhel. Ez kezedben a fegyver, testedben a gyógyszer. Kifinomult módszer a feledésre. Füstszagú oltalom egész Budapestre. Ez mindközül nekem a legdurvább cucc, hisz mindig megtalál az ember, bármerre is fut. Teljesen mindegy, hogy merre visz az út. Falak közé zár, itt szabadság vár, hol örök szabadság vár. Ha kiveszem a fülest, egyből zúg a fülem. Némán szakít egymással a dobhártya és az ütem. A takkot beütöm, a mintára egy lábdob, meg egy pergő, mint egy mesekönyvben. Egy kerek erdő, ahol mi vagyunk az állatok. Áldott állapot, egyből felcsúszik a pot. Nem húzok új lapot, csak némán integetek nektek, aztán jó napot. Mutasd a korlapod, milyen lesz a holnapod. Remélem nektek is már összeállt a kép. Minden spanom ütemre lép. A csóri kis nép álmait nem tépi semmi ma szét. Mosolyul az arcomra és lenyomom a plate.